Bemutatkoznak férfi kézilabdázóink az MB2 új szezonjában hazai pályán. Köszöntöm a kedves nézőket. A mieink ráadásul rögtön javítani szeretnének a Kálló Semjén ellen, ugyanis az első fordulóban a Berettyóújfalu otthonában 6 gólos vereséget szenvedtek. A Madai Tamást váltó új edző, Bancsó Károly tehát vereséggel debütált a csapat kispadján, ám a másik oldalon a vendégmester, az egykori Hajdúnánás játékos, Bécsi János sem örülhetett pontszerzésnek az első fordulóban. Azt tehát biztosra vehető, hogy ma mind a két csapat az első pontjaira hajt, de hogy mégis mi várható a mérkőzésen, azt a következő percekben a két edző maga mondja el. 6 gólos vereséggel kezdett a csapat a bajnokságban, alig ha ilyen debütálásról álmodtál, ugye arról szó volt már a szezon előtt, hogy sok a sérült, nem vagytok könnyű helyzetben, mégis mik voltak a legfontosabb tanulságai az első mérkőzésnek? Igen, az első mérkőzésről valóban nem ezt vártuk, sokkal-sokkal koncentráltabb játékot szerettünk volna nyújtani a pályán, gyakorlatilag 20 percig voltunk méltó ellenfelé a Berettyóújfalunak, addig X volt, aztán sorra jöttek olyan hibák, amelyek ránk nem jellemzőek igazából, és onnan az a fél idő vége az nem sikerült szépre. Aztán ebből a második fél időben nem sikerült felállnunk. Többször volt sajnos 10 gól is a két csapat között. A végeredmény sajnos számunkra hízelgő. De tudtuk, hogy azért nehéz mérkőzés lesz az első forduló nyilvánvaló módon, hiszen amit már említettünk korábban is, sok a hiányzó. Próbáltunk nyilván ennek megfelelően készülni. Picit visszavenni a tempóból, picit gazdálkodni az energiákkal, hiszen pont középről fogytunk el igazából bal átlő és jobb átlő pozíciójából, úgyhogy pont az a két sarkalatos pont a csapatnak, ahol erősek is vagyunk, és most eléggé meggyengültünk. Az újonc Kálló Semjént mennyire sikerült feltérképezni, ugye ha más nem, egy olyan kapcsolódási pont van a két csapat között, hogy a korábbi Hajdúnánás játékos Bécsi János a vendégek mestere. Igen, Jancsival mindig is jó volt a viszonyunk. Valamilyen szinten sikerült őket feltérképeznünk. Horváth Blende Gúz is volt itt Hajdúnánáson, ő bal szélen fog játszani. Természetesen amennyire lehetett, azt természetesen elvégeztük ezt a munkát a héten. Aztán most nem is ismétlem önmagam, hogy nem tudtunk teljes létszámmal edzeni. Sérülések, munkahelyelfoglaltság, családelfoglaltság, stb. De ezekkel minden csapat gondolom, hogy küzd. Lehet, hogy most mi egy picit extrában. De ennek kell megfelelni, ehhez kell alkalmazkodnunk, úgyhogy adott előttünk a feladat, ezt kell megoldanunk, és azokkal a játékosokkal, akik itt vannak, úgyhogy ők bennünk bízunk, és hajrá előre, úgyhogy mindenképpen hazai pályán kell tartanunk a 2 pontot. Kik léphetnek elő most a hiányzók helyére, kik lehetnek kulcs fontosságú játékosok ezen a meccsen, egyáltalán lehetnek-e szerinted kulcs posztok akár a meccsen, hol dőlhet el ez a mai mérkőzés? Volt, ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy mi csak csapatként fogunk tudni jól funkcionálni. Az nem működik, hogy egy-egy játékosunk fogja eldönteni a mérkőzést. Lehet, hogy így lesz, ezt nem mondom, mert az egyéni kvalitásoktól nyilván nagyon-nagyon függ egy kézilabda mérkőzés, de gyakorlatilag mindenkinek szeretnék játék lehetőséget adni. Akár Kis Dávid helyére jöhet a Bence Viktor, jobb átlő pozíciójába a Király Dávid az új igazolásunk Balmazújvárosról, Orosz László Debrecenből, úgyhogy nyilván Kelemen Zsolt és Ötvös Lándira hatalmas felelősség hárul, mint régi hajdonások, akiknek most már a csapat meghatározó játékosai ők, úgyhogy gyakorlatilag bárkit ki tudnék emelni. Nem is szeretném most itt nevekkel dobálózni, hiszen most csak 14-en vagyunk, és a héten is voltak, akik betegséggel küzdöttek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt csapatként fogjuk tudni megoldani. Több szempontból is pikáns lehet számodra ez a mérkőzés, hiszen ugye az MB2-ben irányított története során először a Kálló Semjén, és most éppen itt a második fordulóban Hajdúnánásra látogattatok, ahol te korábban játszottál, és ebből a szempontból mennyire különleges neked ez az összecsapás? Az ég ott a világon semmivel, tehát azért persze van egy kis pikantériája, hogy a régi csapattársak ellen kell játszani, azért amelyet megtaláltak a mérkőzés elején félretéve, tehát valahol jó, valahol rossz. Ugyanolyan mérkőzés, mint a többi, tehát ugyanúgy készülök rá, ugyanúgy készül a csapatomra, meglátjuk, mit hoz belőlünk ki. A Nánáshoz hasonlóan ti is vereséggel debütáltatok. Melyek voltak a legfontosabb tanulságai a nyitómeccsnek? Egyáltalán újonc csapatként mennyire érzed azt, hogy mondjuk itt a szezon elején még fel kell venni akár a játékosoknak az MB2 tempóját?
Így van, jól mondott, tehát fel kell venni a tempót. Hiába vannak olyan játékosok, akik előző időszakban már játszottak NB2-be, de sajnos a megyei bajnokság nem az a színvonal, amit egy NB2 tud hozni. Én úgy gondolom, hogy el kell tenni legalább 5-6-7 mérkőzésnek, mire sikerül azt a fordulatot elérnünk, amire szükségünk van. Ez az egyik része. A másik, hogy az első bajnoki mérkőzést mi a végjátékba buktuk el. Első mérkőzés tipikus, rengeteg technikai hiba, rengeteg kapkodott lövés, kimaradt helyzetek, ami megbosszulta magát a végén. Sajnos úgy alakult, hogy nem tudtunk pontot menteni otthon, de dolgozunk tovább, és azzal készülünk, úgy készülünk, hogy a következő mérkőzéseken próbálunk pontokat gyűjtögetni. Azt elmondtátok már itt a szezon előtt, hogy sikerült a csapat magját egyben tartani, sőt egy kicsit erősíteni is a kereten. Most milyen erőkkel tudtatok ide hajdolánásra utazni? Vannak-e hiányzók, egyáltalán a felkészülés mennyire sikerült eredményesen? Felébe, harmadába azért mi elég okkorán elkezdtük a felkészülést, pont azért, mert megyéből jövünk föl. Tehát a fizikális munka nagyobb hangsúlyt kapott, a futórész, az erőléti edzések, ezek kellettek. A magaz együtt volt, 2-3 új játékos került hozzánk, a Nyíregyházából, az NB1B-ből, hogy le tudtak jönni hozzánk. Én úgy gondolom, hogy van még mit csiszolni a játékunkon. Játékosaim közt vannak még nem 100%-osan fizikálisan összeért emberkék, sem egészségben, sem pedig még csapatjátékban. Sok olyan emberem van, akik dolgoztak folyamatosan, és nehéz volt őket beilleszteni a játékba. Majdnem azt tudom mondani, hogy talán ez az első olyan mérkőzés, hogy az a játékos keret van itt, akit én szeretnék. Ugye Madai Tamás irányítása alatt te is játszottál itt Hajdonánáson. Nehezíti a dolgotokat az, hogy edzőváltás történt a nyáron? Semmi esetesen. Én úgy gondolom, hogy a Karcsi egy jó képességű, jó szellemű edző lett most. Remélhetőleg az a mentalitás, amivel ő játszott itt annak idején, az a csapatra átragad, és hozzá fog tudni tenni. A Tamás meg segíti a munkáját, tehát azért évek óta együtt vannak, együtt dolgoznak, most egy kis szerepváltás van benne, de én úgy gondolom, hogy jó páros fognak alkotni. Major Gábor és Szuromi Attila játékvezetők sípszavára indul hamarosan majd a mérkőzés. Újra szurkolók előtt, ugyanis védettségi igazolvánnyal beléphettek szurkolók a csarnokba. Ugye ez az előző szezon nagy részében hiányzott, egyébként itt a mérkőzés előtt ki is emelte Ötvös Nándor, hogy ez nagyon fontos lesz, sokat érhet majd ebben az idényben a szurkolók buzdítása. És ha már a szurkolók, nos néhány név ismerős lehet számukra a vendégcsapatból. A Kálló Semjénieknél ugyanis például ott van 6-ossal Krisztián Zsolt a csapatban, és 27-essel Horváth Bendegúz is, aki korábban kézilabdázott Hajdunánáson, de ugye nem kell messzebb menni a vezetőedző személyénél, hiszen Bécsi János, akit nem olyan rég hallhattak itt a mérkőzés előtti gondolataival kapcsolatban, ő is erősítette a hajdunánási együttest. A miénknél ugye elsősorban a hiányzók határoznak arról, hogy hogyan is áll fel majd az együttes. Nincs itt Ötvös Tamás, például Dankó Józsefre sem számíthat, továbbra sem Bancsó Károly, ahogyan az előző idén gyakorlatilag egészében nem számíthatott Madai Tamás sem. Nagymenyhárt László is érzékeny veszteség átlövő poszton, és vannak még további hiányzók sajnos a csapatban, rájuk is kitérünk a következő percekben. Itt van a lehetőség viszont ezáltal a többiek előtt, hogy bizonyítsanak, akár megragadjanak egy-egy poszton a csapatban, nehezebbé téve ezzel valamelyest a visszatérést, a csapatba kerülést azoknak, akik most nem tudják elkezdeni az együttessel együtt a szezont. Minden esetre persze kívánom, hogy ez legyen 1-2-3 hónap múlva a legnagyobb problémája Bancsó Károlynak, hogy kit állítson éppen az adott csapatba a sok jó teljesítmény láttán. A jó teljesítmény, ahogy szóba került, hiányzott az első fordulóban, ugye 36-30-ra kapott ki a Berettyóújfalu ellen az együttes. Így tehát van mit javítani, annál nagyobb vereséget egyik csapatra sem mértek egyébként a bajnokság első fordulójában. Volt 5 gólos, 4 gólos vereség is, viszont a miénk volt a legnagyobb a 6-tal. És ami még érdekesség ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy nem ez lesz az első
itt az MB2 északkeleti csoportjában, amelyet megrendeznek az új szezonban a felújított Somorjai csarnokban Hajdunánáson, ugyanis a Tiszavasvári is itt lépett pályára a Hajdúböszörmény ellen az első körben. Hadas Sándor együttese 4 góllal kapott ki. Egy picit csúszik a kezdés, ez rögtön érdekesség lehet itt a mérkőzés elén, alig hanem adminisztrációs okai vannak annak, hogy még nem indult útjára a labda. A játékosok azért egyre feszültebben mocorognak, próbálják magukat melegen tartani, ugye ilyenkor egy intenzív bemelegítés után akár néhány percnyi leállás, úgynevezett kihűlés is sérülés veszélyekkel járhat, úgyhogy próbálják melegen tartani magukat a játékosok. Ez minden esetre akár még azt is nehezítheti, hogy itt igazán jó meccs hangulat alakuljon ki a Somorjaiban. Reméljük azért ezzel nem lesz probléma, talán majd a csapatjátéka már is feltüzeli a nézőteret az első percek után. A Kálósemjén egyébként a Miskolc ellen kezdte a bajnokságot, amely szintén újonc csapat itt a harmadosztályban, és 28-27-re kaptak ki egy szoros mérkőzésen. Egyébként azt mondta Bécsi János itt a bajnokság kezdete előtt, hogy egyértelmű cél náluk a bennmaradás. Egyelőre nagyobb reményeket nem mernek megfogalmazni a szezonnal kapcsolatban. Minden esetre a 6-8. Hely valamelyikét szeretnék azért megcsípni. De ahogyan említette itt a mérkőzés előtti riportban, ezt többször is hangsúlyozta a felkészülés során a vendégek szakvezetője, hogy fel kell venni a csapatnak még az MB2 tempóját, ez azért más, mint a megyei első osztály, amelyet egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében utcahosszal nyert meg a Kállósemjén. Az minden esetre jól jöhet a vendégcsapatnak hosszú távon, hogy szétesett a Nyíregyháza MB1-B-s együttese, ugye elég nagy problémák voltak már az előző szezonban, és ebből itt a környék csapatai tudtak csemegézni. A Kállósemjén egészen pontosan éppen Horváth Bendegúz tudta végleg megszerezni, aki egyébként erősítette már 2-ös játékengedéllyel őket a múltban, illetve így került hozzájuk például Nagy Levente is. És most már azt is tudjuk, hogy a vendégek kezdik majd ezt a mérkőzést, a miénk, tehát először a védekezésre kell, hogy koncentráljanak. Ebben a pillanatban el is indult a találkozó némi csúszással, tehát reméljük, hogy ez nem gátolja meg majd a hazai csapatot abban, hogy kellően rá tudjon pörögni erre a mérkőzésre. Barabásnál a labda. Körbejáratják itt az elején a Kállósemjéniek, gyakorlatilag a beállón Bodbencén kívül mindenki megismerkedik a labdával. Buzás tovább. Megvan az első lövés és az első tormavédés. Barabás próbálkozott. Ebből Kelemen próbál fordulni, tovább is tudja tenni. A miénknél Delikezd beállóban. A fiatal játékos az előző szezonban is kapott már lehetőséget Madai Tamástól. Ebben az idényben részben a sérülések miatt is talán nagyobb szerep hárulhat rá. Ugyanezt a sort erősít egyébként Molnár István Vajk is, miközben Kelemen Zsolt találja el a kapufát. Bod érkezik. Meg volt az első labdaérintése. Sok sikert nem hozott, ahogyan ez a tormaindítás sem. Horváth fülelte le. Az első támadás kísérletekből, tehát egyik csapat sem tudott eredményes lenni. Barabás. Horváth behúzódik most középre a szélről, és Bod az, aki kijött a falból, most húzódik be második beállónak. Barabás. A szélen Tiba volt megjátszható, de Tiba már a vonalon kívülről hozta vissza a játékszert, úgyhogy Torma passza után már ötvös szervezheti az akciónkat. Király. Király tehát az egyik új érkező, a miénknél a Balmazújvárost erősítette az előző szezonban, egész pontosan a Balmazújváros megyei első osztályú csapatát. Éppen Király tüzelt és találta el a keresztlécet. Marad a 0-0 2,5 perc játék után, és sajnos, ami számunkra aggasztóbb, hogy lemarad a földön Király Dávid. És így szerzi meg
ember előnyben kézilabdázó a vezetést Bereznai találatával a Kálló semjén. Sajnos így csak most van idő arra, hogy egy kicsit foglalkozzon mindenki királlyal is. Aki visszakocog ugyanis azt mutatja a kispadnak, hogy tudja folytatni, viszont az is látszik a mozdulataiból, hogy fájlalja a jobb kezét. Reméljük, hogy nincsen szó olyan sérülésről, ami a teljesítményét befolyásolhatná hosszú távon a mai mérkőzésen. Király újra. Deli. Telemen. Megint ölő. Sajnos most is van védés. De nem szabadul fel a Kálló semjéni kapu. Maradunk támadásban, miközben Horváth kap egy sárgalapot. Ez a meccs első figyelmeztetése. Király. Ötvös Nándor. Elhagyta a labdát, szerencsétlen mozdulat volt, jöhet a Kálló semjén. Tiba tovább. Barabás. Horváttól kapja vissza, Búzás középen. Barabás, most indul a mozgás. Barabás még egyel tovább, Buzás egyenre csak keresik a lőhelyzetet. A vendégek szélről találták meg. De Torma jó formában kezdi a mérkőzést, ez már a második nagy védése. Bereznai. Most ő járt úgy majdnem, mint ötvös. Buzás. Barabás. Most a másik célt választják a vendégek. Torma ezúttal is hárít. De még mindig koncentrálni kell hátul. Horváth elrontott zicsere után. Mert a másik oldalon hajdonánási kézről ment ki a labda. Bereznai. Barabás. Húzás vissza. Barabás lő. Ez a kapufán csattan. Horváth előtt megint a lehetőség. Azt már nem hibázza el, 2-0 a vendégek javára. Horváth Bendegúz tehát betalál korábbi együttese ellen. Eltelt 5 perc a mérkőzésből, és egyelőre nem láttunk hajdunánási gólt. Ötvös. Kelemen. Kelemen, ez már a harmadik próbálkozása, és úgy tűnik, hogy a vonal mögé pattant, megadják a játékvezetők. 2-1. Ez Kelemen 8. gólja a bajnokságban. Mi sem példázza jobban azt, amit mondott Bancsó Károly, hogy rá is nagyobb szerep várat ebben a szezonban, mint hogy az első körben 7 gólt szerzett a Berettyóújfalu otthonában Kelemen Zsolt. Ötvöstől veszik el a labdát. Bod. Buzás. Bereznai. Molnár lépett ki most Boddal. Meg is van az eredménye a jó védekezésnek. Fordulhatunk. Király. Ötvös. Kelemen. Király. Molnár a szélen. A két szélső, ellentétben a Kálló semjénieknél, nálunk nem kapott egyenlőre sok lehetőséget. Király tüzelt fölé mindeközben. Bereznai.
akkor ott nem sikerül Buzásnak megjátszani, viszont annyit elérnek a vendégek, hogy legalább egy szabad dobás legyen belőle. Bereznai, Tiba. Buzás egyedül próbálta meg, támadó hiba. Torma második pontatlan indítása a meccsen. Jönnek a kékek. Kicsit fellazultnak tűnt a védelem, biztatták is a társak. A meginduló Havert, hogy próbálja meg egyedül végigvinni. Végül is csak sikerült összezárni egy sárga lapárán. Ötös volt szabálytalan. Barabás. Húzás. Bereznai. Egyenlőre távol a kaputól a vendégcsapat. Nem jó a bejátszás, visszakerül Buzáshoz. Tormavéd. A másik oldalon Tibáé. Barabás középen. Ez nem volt nehéz feladat a hajdonállási kapusnak, és ez az indítás már jó. A befejezés kevésbé, sajnos marad az 1-2. Molnár első lövését egyezhetjük fel. Molnár Dankó József helyén kaphat sok lehetőséget. Dankó József néhány hétre esett ki, kiújult a sérülése, ami hátráltatta az előző szezonban is. Kis nem tudott meglépni. Minden esetre azt mondta Bancsó Károly, hogy várhatóan Dankó Józseffel számolhat még az ősz folyamán, ellentétben Ötvös Tamással, aki december-január környékére ígérte a visszatérését, addig nála a rehabilitáció zajlik. Ugye neki egy térdsérülése volt tavasszal, ami kiújult, úgyhogy nagyságrendileg fél szezonra megint csak elveszítette a hajdúránási együttes. Barabás. Ezúttal sikerült megjátszani a beállót. És Krisztián Zsolt harcol ki 7 méterest, ráadásul még egy 2 percest is kiosztanak a játékvezetők. Ötvös Nándor megy le. A mérkőzés első 7 méteresét Bod Bence értékesítheti. Be is dobja Bod. Újra 2 gólos előnybe kerül a Kálló Semjén. Király. Molnár. Kelemen. Király elpattan tőle, összeszedi még Molnár. Király. Nem sikerült tovább tenni. Havel védekezett jól. Király, ezt sikerült összeszedni. És gyönyörű a befejezés. 2-3. Egy gólra zárkózunk. Ötös kiállításából még bő 1 perc van hátra. Ez így megvan. És Torma most egyáltalán nem akar sietni. Hozzáteszem, ezt tekintve az ember hátrányunkat, teljesen érthető. Király. Kelemen átlövése. Tóth tolta ki. És akkor még van fél perce a Kálló Semjénnek, hogy kihasználja az ember előnyét. Buzás. Barabás. Nagyon üresen maradt Tiba a szélen. Viszont nem sikerül bepattintania. Ahhoz képest mekkora lehetőség volt. Gyatra befejezést választott a vendégszélső.
és most már a pályán Ötvös Nándor. Ötös. Király. Középen Kelemen, királlyal váltanak. Molnár egy kis bizonytalanság után Ötvösnek teszi. Szabad dobás. És könnyen lehet, hogy jön majd egy sárga is Krisztiánnak, amiért legyűrte a földre Ötvöst, így is van, felmutatja a játékvezető. Ötvös passza pontatlan királynak. Horváth a szélen. Középen Krisztián Zsolt érkezik. Forma csak hozzáérni tud 4-2 a vendégeknek. Kelemen, van előtte egy folyosó, kihasználja. Azonnal megvan a válasz, Krisztián Zsolt a második gólját szerzi a meccsen. Buzás. Tiba. Bereznai középen. Barabásnak készítik le. A megpattanó lövés után jöhet egy sarokdobás. Ezúttal jól zárt a védelem. Ugye onnan Bodogán Péter hiányozhat nagyon ebben a szezonban. Legalábbis össze mindenképpen ő tanulmányi elfoglaltságai miatt nem tud a csapat rendelkezésére állni. Nagymenyhárt Lászlót egy készsérülés hátráltatja. Ami pozitívum viszont, hogy most ott van a keretben Bata Tibor, aki pedig családi okok miatt egy hónapot kihagyott korábban a nyár folyamán. Más kérdés persze, hogy mennyire terhelhető most ő így ennek fényében. Krisztián összeszedi még kis szerencsével, és aztán higgadt befejezést választ, megint kettő közte a Kálló Semjén javára. Ötvös trafál mellé. Az indítás Horvátot találja meg. 6-3. És alig negyed órát követően három gólos vendégvezetésnél Bancsó Károly kér először időt a mérkőzésen. Gyere. Gyertek már, gyerekek! Passzív a játék, kiugrálunk, bejátszák a labdát. Mindenre föl vagyunk készülve, 15 perc alatt kapunk 6 gólt, de 3-at lövünk. Rengeteg hibával játszunk, srácok. Nándi, sokkal összeszedettebben. Menjünk, kettesek, egyesek, nem csináljuk. Srácok, szedjük már magunkat össze, ne izguljatok már ennyire. Játszunk egy hosszú játékot. Duplát. Így van. Először játszás imád. Utána pedig, hogyha nem jön ki, újra kezdjük és végiget játszunk. Dupla bal, végig. Barát, te nézd be a végére. Az ötös kint van, úgyhogy mögötte be tudsz menni majd. Gyerünk, tóci, menni, pontos labdát neki, jó. A védekezésbe, figyelj egy kicsit, tessék közrezárni. Told a falat, ki lehet számolni, hogy mi van. A Nándi próbál közelebb jönni már, ott középen tessék megoldani. Jó? Krizsi, Krisz, tessék a közepét, a Nándi már összetenni. Lassúnak és körülményesnek látta eddig támadásban a csapatot Bancsó Károly. Elsősorban itt kért felpörgést a csapattól. Megújulásra szükség van e tekintetben, az egészen biztos, az eddigieket látva. Ugye, ha csak számszerűleg nézzük a találkozót, már abból is ez bizonyítást nyer, hiszen ez a 14,5 perc alatt lőtt 3 gól valóban kevésnek tűnik. Csak rontja az összképet, hogyha mellé tesszük azt a 6-ot, amit a Kálló Semjén lőtt eddig. Ez a támadás nem hozza el a megváltást. Deli szórta el a labdát. Az ígyszerből Múzás lőhetett volna újabb gólt. Szerencsére Torma helyén volt ezúttal is. Krisztián
Amellett, hogy több lehetőséget elpuskázunk támadásban, lassan azt kell mondanunk, hogy Torma Antal tartja meccsben a csapatot. Ez a sokadik nagy védése volt már. Tóth ezt könnyedén hárítja, nem volt igazán jól helyezett királylövése. És utólag még a védekezésért Bereznainak mutat fel egy sárga lapot a játékvezető. Azt mondta egyébként Bancsó Károly a Berettyó elleni mérkőzés után is, hogy nem olyan volt a meccsképe, mint amilyenre számítottak. Ettől jobb felkészülést csináltak, mint amit az a mérkőzés mutatott. És kifejezetten azt mondta a Hajdunánás edzője, hogy a mutatott játék volt aggasztó. Azzal egyelőre ma sem lehet elégedett. Torma teljesítményével annál inkább, ő ismét véd. Molnár, na most kéne egy jó befejezés. Szerencsére ezúttal megvan. Kettő közte. Bereznai. Horváth. A szélen Horváth, kiszorított helyzetből lő, onnan ma Torma Antalnak nem lehet belőni. Király. Fordult a Kálló semjén. Őszintén szóval nem tudom, mit látott a játékvezető. A lelátón és a hajdonállási kispadnál is sokan értetlenkednek. Ettől függetlenül jön a Kálló semjén. Rossz a passz. Barabás nagy lelkűen visszaadta a labdát. Ötvös. Ötvös. Deli már a sípszó után lő a hálóba. Ötvös Nándornak sem igazán jön ki a lépés eddig a mai meccsen. Kelemennel karöltve ők voltak a legeredményesebb játékosok a Berettyó lenne, hogy azt említettem, hogy hetet lőtt Kelemen. Ötös ugyan eddig jutott. Most Kelemen rontott paszt. Horváth nem tudja megszelidíteni az indítást. Ötös fordul, Deli nem figyel. Hát elképesztő, milyen hibák vannak ezen a meccsen eddig. Elé dobja Horváth. Csak hogy följegyezzünk egy újabbat. Minden esetre ez a hiba azért, mondjuk egy ilyen elrontott zicser más kategória, mint például, amit az előbb láttunk. Itt Deli és ötvös összjátékánál, vagy remélt összjátékánál, az inkább a koncentráció hiányáról árulkodik. Nem úgy ez a befejezés Kis Dávidtól, az ilyenekből kellene több. Most Bécsi János kér időt. Megvagytok, gyerekek? Ezek mi, kiből vannak ezek a dolgok? Zsolti, ezek mi? Izgultok? Nála látom már fel a felelősséget. Nem lehet átoszogatni a labdát. Föl kell várni, igenis lehetőség. Nem beszélt, hogy a látszó közében a Krizsóra cselezte. Ki ment pedig egyszer is rá? Nándék ki. Menjetek már rá oda, nem tud védekezni, gyerekek. Bodbence jön be, jobb szélre. Zoli cserél a Barával, Erik marad, Uza marad, két beálló. Egyes, akár az is lehet, hogy jön ki középre, beálló forgás, két beállóra megyünk el. Uraim, ennyi zicsert nem hagyhatunk ki. Így van. A kapusnak elmondta, ezt csinálj, és lövitek folyamatosan ezt azon. Mozdíts már meg, csinálj meg kibaszott lövőcset, és tegyük el mellette. Ennyi zicserre nem lehet meccset nyerni. Mindenki, szedd az egy kicsit! Védekezés jobb a számára! Szedd össze végig! Kettő ára! Sárnyi! Hat ötös
megálló semjéni vezetésről jön, tehát a folytatás bő 10 perc még az első játékrészből. Kellemetlen ellenfél benyomását kelti egyenlőre a Kálló Semjén, de az összképhez, a teljes igazsághoz azért hozzátartozik, hogy rengeteg a hiba. Elsősorban hajdunálási oldalon. Molnár. Jó friss ember a pályán. Megvan a labda. Kist sikerült feltartóztatni, ettől függetlenül maradunk támadásban. Kelemen. Molnár. Összeszedte még, és aztán bepattintja a rövidbe. 6-6. Nulla-nulla után először újra döntetlen a meccs állása. Molnár most nem mert bemenni, talán volt egy pillanat, amikor meg lett volna erre a területe. A mieinknél most irányítóban Orosz hozhat új lendületet. Kelemen, gyönyörű gól! Vezetünk először a meccsen, a 21. perc végén. Húzás. Molnár. Középen a beállók voltak szabálytalanok. Vendégoldalon már ötvös hozza a labdát. Orosznak adja, ott Orosz forgolódik. Szabad dobás, és Budot ki is állítják 2 percre. Először fogyatkozik meg a meccsen a Kálló Semjén. Orosz. Molnár. Nem érti meg egymást, ötvös és Kelemen. Jöhet a Kálló Semjén. Havel. Molnár. Nagyon messze eddig a kaputól a Kálló Semjén. És nem sikerül megjátszani Krisztiánt. Ötvös. Hosszan indítja Molnárt. Nagy elpuskázott lehetőség volt ez már csak azért is, mert kapus nélkül támadtak a vendégek, hogy azonos mezőnyjátékos számmal játszhassanak. És közben megáll a játék, mert ha jól értem, akkor lehet, hogy itt az adminisztrációnál is ezt nézték be, mit azt magyarázná Bécsi, hogy len volt a kapusa. Úgy játszhattak plusz egy támadóval. Valami itt a cseréknél lehetett.
a lehetőség után. Nem szűnnek az indulatok a vendég kispadnál, mert hogy újabb büntetést rónak ki rájuk. Még egy kiállítás. Így ugyan 42 másodperc van már csak az első két percesből. Biztosan azt követően is emberelőnyben leszünk, ha csak nem követünk el valami durva szabálytalanságot. Bécsi János reklamál még mindig hevesen a játékvezetőknél. De ezt a döntést már alig fogják fölülírni. Így viszont akkor kettős emberelőnyben játszik a Hajdunánás. És valóban az indítás pillanatában visszafutó kapus Tóth Máté kapta a két perces büntetést. Kelemen, Orosz, Molnár, na ezt illene most már lejátszani. Ötvös sikerül védeni, ott van még a lehetőség kis előtt, a második próbálkozás már utat talál a hálóba. 8-6. Egy ember visszatér a vendégcsapatba. 20-assal Vizi Gábor állt be. Bereznai. Passzív közben. Bereznai élő lepattan, és ezzel lehet indulni. Ötvös Molnárt játsza meg, megvan a lépés előny. Molnár hiába dobja be. Belépett. Krisztián pedig ellépte a másik oldalon. Még van 28 másodpercünk emberelőnyben. Kis szerencsével nálunk maradt Nyestén ugyan. Árt csúszott a labda, Orosz megmentette. És Nyeste helyére Deli jön beállóba. Még 10 másodperc az emberelőnyünkből. Ötvös, Orosz. Deli szabálytalan középen. Megkapja a labdát a Kálló semmilyen. Beléptünk közben az első félidő utolsó 5 percébe. Az mindenképpen pozitívum az eddigieket látva, hogy legalább vezetünk, ráadásul 2-vel. Most alig ha kívánhatunk többet, mint hogy legalább ez az erőny maradjon meg 30 perc játék után. Az azért látszódik, és ez nem csak a kiállításoknak köszönhető, hogy egy kicsit megtorpant a Kálló semjén. Elsősorban támadásban. Na hát a legjobbkor mondom, óriási gólt ragaszt a kapuba Molnár. A másik oldalon ötvös válaszol. 9-7. Kapja az indítást. A másik oldalon ott van Molnár, de egyedül csinálja Kis. Kíméletlenül fölvarja Tóth szemei fölé, kezei közé. Büntető a másik oldalon. Bancsóknak magyarázza el a játékvezető a kispadnál, hogy belül védekezett Nyeste, ezért ítélték meg a büntetőt. Amit aztán a keresztlécre tolt Orma. Na most egy kicsit megélénkül a lelátó és a Hajdunánási kispad is.
elkezdődött ez már kis befejezése után. Ez csak tovább stromfolta torma védése. Vizi léphet ki torma lábbal. Torma Antal azt hiszem eddig egyértelműen a mezőny legjobbja. És oroszlán részt vállal abból, hogy 3 góllal vezetünk. Majd csak 28 perc játék után. Orosz. Kis. Orosz. Szépen tolja tovább Kelemen. Molnár. Na ez azt hiszem valami hasonló, mint amit szeretne látni támadásban Bancsó Károly, mert ebben volt lendület, kreativitás, és ami legalább ennyire fontos, hatékonyság is. Az egyben sikerült megvenni Orosznak, ez aztán kis szerencsével oda kerül a labda. Molnár. Ötvössel játszhatnak össze a másik oldalon, kizárkózott a támadással. Tótvéd. Még 1 perc az első fél időből. Buzás. Havel. Molnár. Lekerül a szélre. Vizi viszont 1-1 nem tudja megverni Kis Dávidot. Bodasztán. Túljár Tormászén. Fél perc, hogy visszaállítsuk a 4 gólos különbséget. Kelemen. Kis, megvár inkább a társakat, nem próbálta meg első lendületből befejezni az akciót. Így még mindig van 15 másodperc. Ötvös. Bent van. Tóth érintésével ugyan, de bepattan. Molnár lő messziről. Nem talál kaput, és ez az utolsó érdemi megmozdulás az első játék részben. 12-8-as hajdunánási vezetéssel vonulhatnak tehát szünetre a csapatok. Én azt hiszem, hogy ennek a játékrésznek a nagyját látva, hízelgő ránk nézve az eredmény, mert sokáig úgy tűnt, hogy kellemetlen meglepetést okoz számunkra. A Káló Semjén vezettek is az első játékrész első felében sokáig. A Káló Semjéniek aztán igazából ennek a játékrésznek a hajrájára sikerült átvenni a vezetés, sőt meg is toldani 1-2 góllal. Az, hogy 4-jel vezetünk, mindenképpen biztató a folytatásra nézve, viszont látva az eddigieket, egyáltalán nem tekinthetjük lefutottnak ezt a mérkőzést, úgyhogy izgalmak alig, ha nem várnak ránk a második játékrészben is. Érdemes tehát velünk maradni néhány perc, és jövünk a folytatással. Vakcinainfo. Magyarország továbbra is élen jár az átoltottság terén, hazánk járványügyi szempontból az Európai Unió egyik legbiztonságosabb országa. Elegendő oltóanyag áll rendelkezésre, ezért a kormány Európában elsőként lehetővé teszi, hogy a harmadik oltást is fel lehessen venni. Ha szeretne élni a lehetőséggel, kérjük érdeklődjön házi orvosánál. Ha még egyáltalán nem igényelt korábban oltást, kérjük regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Az oltás életet ment. Együtt újra sikerülni fog. Látom, mennyire oda cselezni.
Kósold meg azt a gyereket, aki veled szemben van, olyan alacsony, hogy hihetetlen. Azokat húzd át, hogy menjen mellette induló csere, vagy tovább, abból lehet tovább tenni a játék. Oké? Gyerünk szóval ezeket a zárás, ütőzárás, legyen mindig, oké? Jó. Készül majd egy kicsit állóba, jó? Csak majd egy picit, több is vagy menjen, jó? Csak ilyened is kell. Na, gyere, gyere, gyere! Gyerünk, fiúk! Csak itt rá! Gyerünk, gyerünk! Srácok! 2-3! Nos! 12-8-as hajdunánási vezetésről folytatódik tehát a hajdunánás Kálló Semjén mérkőzés az MB2 északkeleti csoportjának második fordulójában. Úgy néz ki tehát, legalábbis az eddig eltelt 30 perc játék után, hogy a Kálló Semjén marad a nulla pontos két forduló után. Ehhez még persze nagyon sokat kell tenni a második félidőben, hogy mindez tényszerűvé váljon. 60 perc játékot követően az alapokat minden esetre letette a hajdunánási csapat az első félidőben, annak is leginkább az utolsó 10 percében, mert hogy aki esetleg lemaradt volna a meccs elejéről, nagyon-nagyon kellemetlen ellenfélnek bizonyult az első percekben a Kálló Semjén, sokáig vezetett is a vendégegyüttes. Ők egyébként történetük során először szerepelnek itt a harmadosztályban. És olyan szempontból is történelmi egyébként Kálló Semjénben ez a szezon, hogy a női csapat is az MB2-ben vitézkedik ebben az idényben. Egyik együttes sem volt még soha ilyen magasan kézilabdában. Ugye egy alig több mint 3000 lakosú szabolcsi településről van szó. Már csak ezért is különleges történet most az, ami ott kézilabdában kirajzolódott erre a szezonra. Deli belépett, de egyébként sem tudott betalálni. Úgyhogy marad a 12-8. Nem születik meg az első, a második félidő első találata. Labdát cserélnek a vendégek. Nem tapadt eléggé a játékszer Bereznai érzése szerint. Horváth. Neki korábbi hajdunánási játékosként kifejezetten jól sikerült az első félidő eleje. A második felében már ő is szürkébb volt az egész csapathoz hasonlóan. Nyeste szerez labdát. És jó az indítás a Kisnek. Molnár már nem bántja, Kis pedig köszöni szépen, kíméletlenül bevarja. Így akkor mégiscsak a mieink szerzik a játékrész első gólját. Erre Horváth válaszol azonnal. Kist Horváth fogta meg. Ez jó kis csörte volt most a két fiatal játékos között. Király pedig meglövi az első gólját a meccsen. Nem áll össze a védelem. Torma viszont nagyon magabiztosan áll a lábán a meccs kezdete óta. Az első fél időnek is az egyik hőse volt hajdunánási oldalról. A másik oldalon nagy panasz azért Tótra sem lehet. Most is véd a Kálló Semjéni kapus. Viszont az ő teljesítménye még így is elmarad Tormájétól. A nagy pörgésnek most egy szabálytalan gól a vége. Hiába talált be Bod. Jöhetnek a mieink. Orosz. Ötvös. Bod állította meg a levegőben. Aztán másodszor is megpróbálta Ötvös. Fölé ment a próbálkozása. Buzás fordul. Bereznai. Buzás megint. Molnárra jön ki a figura. Tapattan a kapufáról. 14-10. Kis remek paszt kapott Ötvöstől. Tóth védett.
Molnár. Bereznai. Megtalálják Bodot középen, ő viszont nem találja el a kaput. Tormától ötvös kapja. Király. Deli. Ötvös szabálytalan volt. Az indítás után Horváth. Most ezt olyan magabiztos kézzel fejezi be, mint ahogy az első fél időben tette azt többször is az elején. 14-11. Király. Orosz. Ő négyet lőtt a Berettyó ügyfalú ellen. Korábban Nyíregyházán, Máté Szakán és Fehérgyarmaton is kézilabdázott. Most lő egy kapufát, amiből a kipattanó Deli nem tudja összeszedni. Megvan viszont a másik oldalon Tibának, aki elrontja az ittszert. Tiba azok közé tartozik a vendégeknél, akik újra kezdték a játékot. A Kálló semmilyen feljutása után egyébként Hegedűs Gergely még az, aki ezt a tábort erősíti. Ötvös. Mozdulni sem tudott Tóth. 15-11. Molnár. Bereznai. Megvan a labda Nyestének. Ötvös. Nyeste középen és Kis. Jött a másik oldalon Kovács. Őt választott Ötvös. Tóth hárított. Orosz. Deli. Király. Ötösnek hagyja ott, ötös viszonylag messze a kaputól, de így volt terület előtte, hogy rávezesse a védelemre, és miután lábra pattant a labda, jöhet egy szabad dobás. Fejező. 16-11. A másik oldalon Krisztián Zsolt indult el nagyon bátran. Egy szabad dobás lett ennek az eredménye. Bereznai. Horváth, Molnár, lekerül a szélre Tibához, Tormavéd, és a másik oldalon Bencének sikerült megmenteni. Bence. Ő nem játszott az első fél időben, most a másodikban leteheti a névjegyét. Kelemen. Király. Belemenés. Húzás került a földre. Bereznai. Jó a bejátszás. Krisztián csak a kapufát találja el.
Orosz. Király. Kelemen. Bata próbál segíteni Orosznak, aki maga ment tovább. Kiharcolva ezzel egy kétperces kiállítást. Egyéb szankció nincs, viszont Buzásnak el kellett hagynia a játékteret. Egyéb szankció persze szabaddobást vagy 7 méterest értettem. Jön tehát a Kálló semmilyen, viszont ami nagyon nem mindegy, ember hátrányban. Molnár. Bereznai. Nem szabadul fel a kapunk. Vizi, Bereznai, Molnár előtt egy kis terület, él vele a vendégek négyese, 16-12. Bata ugyanezt teszi. Nagyon maga biztosan futott végig azonnal a középkezdés után. Az a Bata, aki tehát egy kisebb kihagyás után áll most már újra a csapat rendelkezésére. Ő sem kapott lehetőséget az első félidőben, így természetesen az első gólját szerzi most a meccsen. Még fél perc a vendég emberhátrányból. Krisztián. Egy kicsit, mintha muszájból lőtte volna el. Nem volt ebben igazán sem pontosság, sem erő. Molnár. Ebben is csak erő volt. Kelemen. Tótvéd lábbal. És Tóth indítása kiváló horvátnak. Keresztléc. És akkor lehet fordulni gyorsan. Orosz. Bata visszapattan szerencsével Oroszhoz. 18-12. Hattal meglépünk. És ez ezen a meccsen most már komoly előnynek mondható. Bereznai. Batáról lefordult, és aztán bevágja. És nem is Bata volt az, bocsánat, hanem Király, aki mellette el tudott menni. Horváth. Bereznai. Bereznai elszórakozta. Kelemenlő kapufát. Viszont hozzáért Tóth. Így támadnak tovább a mieink. Király. Kelemen. Király. Most nem találjuk a lövőhelyzetet. Király és Molnár rakaszkodnak össze. Molnárral kell egy kicsit elbeszélgetni a játékvezetőnek.
gyönyörűen csinálta. És újra emberhátrányba kerül a Kálló Semjén. Ha jól látom, akkor éppen Molnárt küldték le két percre. Így is van most már. Mutatják az asztal felé a játékvezetők, hogy a négyes számú játékos azaz Molnár Zoltán. Kényszerül pihenőre. Horváth, Bereznai. Barabást kivesszük a játékból, Orosz az, aki nagyon szorosan fogja. Halmos, ő nem játszott még eddig a meccsen. Halmos kapufával mutatkozik be. Kelemen. Orosz. Bata be tud fordulni, viszont belépve talál be. Marad a 19-13. A Kálló Semjén 50 másodperc múlva egészül majd ki. Barabás. És újra megpróbálkoznak az üres kapuval a vendégek. Így legalább mezőnyben azonos arányban vannak most a pályán. Hát nincs már se beléptünk az utolsó negyed órába, most már kockáztatnia kell Bécsi Jánosnak. Milyen a labda? A kapu egyelőre üres. De mire rálőhetnénk addigra visszaértót? Így is támadhatunk majd több mint 10 másodpercet emberelőnyben. A labda Kelemennél. Most folytatódhat a játék. Kelemen. Most egészülnek ki Vizivel a vendégek. De Vizi már tulajdonképpen csak a középkezdésre jön be. Király volt eredményes. Aztán hiába zár össze Bata és Bence. Belül védekezésért büntető jön. Havel került helyzetbe. A 7 métereshez pedig Vizi áll oda. Belövi Vizi. 20-14. Orosz. Király. Most akadozik egy kicsit a gépezet. Orosz. Királyhoz. Kelemen. Kelemen. De szépen csinálta. Ez még akkor is igaz, hogyha nem született gól az akcióból. Most tovább. Barabás. Barabás 8 gólt lőtt a Miskolc ellen az első fordulóban.
Ha ugye kezdett, és az első percekben ott volt a pályán, aztán sokáig pihentette őt Bécsi János. Korán sem él annyira ezen a meccsen, mint ott az Acélváros KK ellen. Ugye két újonc csapott össze azon a meccsen az első fordulón, egyébként a Deac 2 még, aki újoncnak számít idén a bajnokságban, itt az észak-keleti csoportban. Boda gólszerző, 20-15. Bata. Kapufa, megvan még Bencének. Szabad dobás. Orosz. Király. Király. Pótöklözi ki. Batálja a lepattanó. Kelemen segít. Kelemen lerázza magáról Halmost. És aztán lőtt. Majd Bence ismételt. Egyikből sem lett gól. Barabás. Szabálytalan Kelemennel szemben. 20-15. És időkérés miatt áll a játék. És az üres területnek, lekeressük már folyamatosan a beállók a bejártásokat, mert nagyon egyszerű. Menj oda egyesbe, vegyed meg, lépjél kettőt, de hajtsol ki hetes meg két percet. Légy türelmesebb, sokkal egyszerűbb. Oké. Okay. Semmi van. Figyelem. Azt mondja, hogy Nándi jön vissza, Zsolt, gyere, pihenni egy picit, jó? Jó. Laci marad ugyanúgy középen, Király Dávid marad jobb átlövőben, fúj egyet. Egyes? Nagyon középen mentek a lövések már a végén felé is. Azért maradt, azért tudtuk írni. Nagyon jó, ez a lövőkezet fele néz, ez tök jó. Gándi, menjünk van Jani bácsi. Kerüljétek, cselezzetek rá, de inkább Bencére. Készíts a Dávidom. Fog majd takarni, a Jani. Leütöm, és tovább játszom, és pénzbe egyes kettes közé. Gyerünk! Táci! Gyerünk! Két támadás után cseréljük, jó? Nem kell kapkodni, gyerünk! Kettő, három! Nálás! Türelmesen, jó srácok! Bálint! Valamivel több mint 10 perc van még hátra a mérkőzésből. Az azért megnyugtató, hogy nemhogy nem csökkent a félidei előnyünk. Ugye 4-gyel vezettünk 30 perc játék után, hanem nőtt is, most 5 a különbség a két csapat között. És gyökeresen nem sikerült változtatni a játékképén a Kállósémjének, sem a félidő után, sem az azóta eltelt időben. Ha így folytatódik a mérkőzés a hátralévő időben, akkor szinte biztosan meg lesz Bancsók Károly első győzelme a csapat élén. Ugye Madai Tamás 5 év után állt fel a kispadról, még a megyei első osztályban vette át az együttes irányítását Hodos Sándortól, majd aztán 4 szezonon át irányította a csapatot itt az MB2 északkeleti csoportjában. Megfáradt a csapat és az ő kapcsolata, egy kicsit ezt mondta a szezon végeztével, amikor leköszönt, kiemelve, hogy a legnagyobb békében állt fel, és nem vált el teljesen a hajdanási csapatról. Ugye az utánpótlásban eddig is edzős körött ezt folytatni fogja, és hát mi sem bizonyítja jobban azt, hogy egyáltalán nem vált el a csapattól, mint hogy például ezen a mérkőzésen is ott van a kispadon, és segíti Bancsók Károly munkáját. Halmos lövését Torma fogja. Tovább
Bécsi. A mester egy kis időre maga is a pályára került. Támadásra azért átadta a helyét a társaknak. Ugye amíg itt Hajdonánáson kézilabdázott Bécsi János, addig is az volt általában a koncepció, hogy a védelmet erősíti, a falnak az egyik meghatározó embere volt. Támadásra viszont cseréltek. Mindig az aktuális játékossal. Sinorban a második támadásunkat nem sikerül lövésig vinni. Barabásnak annál inkább a másik oldalon 20-16-ra zárkóztatja a Kállós Eményt. Talán úgy érzi Bécsi János, hogyha ő maga is beáll a középső hármasba, azzal még szervezettebbé tudja tenni a védekezést, hogy első kézből tudja jobbra-balra osztogatni a pályán az instrukciókat a játékosoknak. Mert az eredményre tekintve azért veszve még semmi nincs a Kállós Eményennek, ez a 4 gól 8 perc alatt matematikailag abszolút ledolgozhatónak tűnik. Más kérdés, hogy támadásban azért hatékonyabbnak kell lenni a vendégcsapatnak ahhoz, hogy még itt igazán szorossá tegyék a végét. Nekünk meg azért kell még itt az utolsó percekre egy kicsit felpörögni, hogy ez ne történhessen meg. Már csak azért is kár lenne érte, mert tényleg itt a második félidőben gyakorlatilag egyszer sem tűnt úgy, hogy lesz esélye a Kállós Eményének még egyszer mondjuk döntetlen közelébe kerülni. Az utóbbi percekben viszont egy kicsit a Hajdonánás is tompább támadásban. Orosz. Ötvös. Molnártól kapja vissza Ötvös, és aztán fölé vágja. Barabás. Bepattan. Jókor a szerencsével, de háromra olvad a különbség. Batát Deli váltja a miénknél beállóban. Ötvös! Ez már bent van. 21-17. Horváth, ő is összeszedte a szélen, a kapufáról kipattanó labdát, Deli gyűjti be. Ötvös. Molnár. Ötvös! Ugyanúgy a rövidbe. Megint ötközte. És Ötvös aztán a saját kapuja előtt tüsténkedik, és két percre leküldi a játékvezető. Hát ez egyáltalán nem tűnt ennyire durvának, sőt. Minden esetre ezzel most kap egy esélyt a Kállós Emény, ha úgy tetszik, egy ajándékot a hajrára, hogy még ismét följebb zárkózzon. És Bécsi János látja ebben a lehetőséget, úgyhogy időt is kér. Legyen az előny, Zoli van kettőben, forgás,
tessék bevinni. Másik oldal terít, nem 20 méteren vagyok, hanem 10-15 méteren a hosszú labdával berontani és bevinni. Belemenés legyen, gyors visszafutás, amit kérek, lőttünk volt, és nem is visszafelé, így jön. Hozzák a gyors közepet, nem fordulunk meg. Mit kértem? Az, hogy megfordulok és szemből fogadom a támadást. Az első helycsere itt, az első helycsere ott. Húzás, visszahúzás, dáci, tudjátok, megkapja messzire a labdát. Tenni fogja az irányító játékosnak, irányító jön be az 1-2-es közé, Király Dávid pedig húzódik a szélre. Emlékezzel rá? Ezt kérem, jó? Látod, mert rendület volt, csak húzd meg! Türelmesen, jó? Csináljuk meg ezt a mozgást. Ember előnyben, vagy ember hát meg, bocsánat. Próbálj meg nagyon-nagyon zártan védekezni, lőjenek inkább szélről, de ne a horvát megdegúz, hanem inkább a jobb szélső, oké? Ezt adjuk. Azt húzzák, ne játszanak be, ne a molnázoni, ne jöjjön nagy lendettel megölni, mert ott meg kell ütköznöm, jó? Figyeljetek erre oda, légy szíve. Gyere, gyere. Lassú lefolyású támadás. Figyelj, 2-3. Nárás! Nekünk nem kell sietni, nyugalom! Öt perc és 40 másodperc. Ennyit kell még kivédekezni 5 gólos előnyben, hogy meglegyen a Bancsókére első győzelme a hajdanánási felnőtt férfi kézilabda csapatnál. Ne feledjük, Ötvös Nándort leküldték 2 percre az időkérés előtt, úgyhogy ember előnyben támad a Kállósemjén. Molnár megpattan a lövés, Tormához kerül, és indul Kis. Kis pedig bevágja az ittszert. Ember előnyben növeljük 6-ra a különbséget. És lehet, hogy ezt így most már ember hátrány ide vagy oda nem lehet elrontani az utolsó percekben. Molnár. Horváth, főleg így, Tormavéd. Torma azért hozzáteszi a magáét a második félidőben is. Itt talán nem volt annyi bravúrja, mint az elsőben. De az a néhány is kellett ahhoz, hogy most ilyen nyugodtan várjuk az utolsó bő 4,5 percet. És főleg egy-egy védés mondjuk ilyen kiélezett helyzetben, amikor ember előnyben támadhat a vendégcsapat, és foggal körömmel megy azért, hogy még a végét szorossá tegye. Tényleg egyfajta erődemonstrációként is hat-hat. Királytól pattan el. Molnár. Aztán Krisztiánnak, mintha lábára pattant volna, de mehet tovább. A támadás végén Berez nagy eredményes. Kapja vissza, a Kelemen megy fel, Tóth védi a lövést. Bereznaitól veszik el. Molnár. Tóth ismét hárít. Krisztián Deli mellett, és visszafújja a szabálytalanságot a játékvezető. Szegény Torma hiába védi az ittszert. Deli hozzáért, közvetlenül a lövés előtt Krisztiánhoz. Így jön egy Kállósemjéni büntető a 27. perc végén a második félidőben. Az előzőt is belövő, Vizi áll oda megint. Ebből is eredményes.
Ötvös. Király. Becsúszik. Tóth lábai között torosz lövése. Ez a 24. hazai gól. Krisztián Torma. Kevesebb, mint 2 perc most már a mérkőzésből. Deli kiállításából pedig már csak 40 másodperc van hátra, hogy őt még annál a büntető esetnél küldték le. Bancsuk Károly kért időt. Kevesebb, mint 2 perc, ne szarjuk el, jó srácok? Maradjon ez legalább az a különbség, de inkább fejeljük meg, jó? Ne veszítsd el az agyad, ne veszítsd el a fejed, mert nagyon fontos, hogy még pontosan támadj és jól védekezz. Oké, srácok? Gyere! Figyelem! 2-3! Lesz! Próbáljunk kockáztatni, ezt mondta Bécsi János a csapatának. Gyors befejezéseket kért, hogy még itt a végén, ebben a szűk 2 percben próbálják minél inkább lefaragni ezt az 5 gólos hátrányt. Én azt hiszem, hogy az most már biztonsággal kijelenteti, hogy nem a 2 pont tulajdonos a gazdája a kérdés, hanem a számszerű végeredmény. Főleg, ha most még egy kicsit tudunk játszani az idővel is. A kínai nem jön össze, Kelemen próbálta meg föltenni 5-ösnek. Túl magas volt az átadás. Molnár, Bereznai, Molnár, Krisztiánt próbálta megjátszani, majd aztán ő vizit, Torma véd, Kis, ezzel még el lehet indulni, Kis buzás szereli, ezt most szépen csinálta a vendégirányító, Vizi, megtalálja Horvátot a szélen, és a Pima szejtés után 24-20-ra módosul az eredmény. És közben már csak 45 másodperc van a lefújásig. Kijönnek nyitottat védekezni egészen magasan a vendégek. Ezen át tud bújni 5-ös, és betalál, sőt, a végére még Bereznainak kiharcol egy 2 perces kiállítást. Nem volt igazán jó meccs 5-ös Nándornak, de ez most a legjobb formáját idézte. A Kálló Semjennek tehát várnia kell tovább az első pontjai megszerzésére. A következő fordulóban majd hazai pályán a Hajdúböszörmény ellen tehetnek újabb próbát. 5-ös Zitzerben, ezt is bedobja, 26-20. És sok minden már aligha fog beleférni ebbe a mérkőzésbe, 5 másodperc még a végéig. Éppen elkezdik a játékot. A Kálló Semjenek, de nem akarnak ők már semmit ettől a találkozótól. Így fejezik be a meccset, úgyhogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az utolsó valamire való megmozdulás az 5-ösé volt itt a végén. Az nem is akármilyen volt.
megszerezve ezzel a 26. találatunkat és beállítva a 6 gólos különbséget a két csapat között. Összességében az eredmény és talán a második félidő egész alapján mondhatjuk azt, hogy simán sikerült érvényesíteni a papírformát és itthon tartani a két pontot, de aki végignézte ezt a mérkőzést, az tudja, hogy egyáltalán nem ment ez ilyen egyszerűen, főleg az első félidőben nehezítette meg a dolgunkat a Kálló semmilyen. Minden esetre megvan tehát Bancsó Károly első győzelme a hajdunánási felnőtt csapat kispadján. Én azt hiszem, hogy neki és a játékosoknak is mindenképpen fontos lehet ez a győzelem, főleg a kiúzanító 6 gólos vereség után az első fordulóban, még a Berettyó otthonában. Itt már azért mindenképpen gyűjthettek pozitív impulzusokat a játékosok, és hogy milyen tanulságokat von le mégis ebből a mérkőzésből maga az edző, azt megtudhatjuk a következő percekben, hiszen természetesen Bancsó Károlyt, illetve Bécsi Jánost is megszólaltatjuk, valamint a mérkőzés legjobb játékosát is igyekszünk szóra bírni, úgyhogy maradjanak velünk. Torma Antallal, a mérkőzés legjobb játékosával beszélgetünk, akinek a védésén nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy meglegyen ma a két pont. Beszéljünk talán a mérkőzés elejéről első körben, mert hogy ott kellett igazán megszenvedni a Kálló Semjénnel, mintha egy kicsit nehezen pörgött volna fel a csapat. Te hogy érezted a kapuból, mi lehetett ennek az oka? Nem tudom, hogy mi lehetett az oka. Múlt héten is Berettyóban ugyanez volt a gondunk, hogy a meccs elején így beragadtunk az öltözőben, keressük az okait, már a zene jó volt. Ezt beszéltük, hogy esetleg az lenne a gond, de még mi keresnünk kell tovább, mert nem az volt. De egyébként mennyire érezted úgy mondjuk a Berettyő elleni meccs után, amiről beszélt mondjuk Bancsó Károly is, hogy a felkészüléshez képest nem sikerült igazán jól az a mérkőzés, nem jött ki annyi a csapatból, mint amennyi a felkészülés alapján benne volt. De hogy érezted ilyen szempontból a szezon kezdetet, mennyi jött ki a csapatból eddig? Nagyon kevés. Alapból kevesebben mentünk, mint terveztük. És látszódott, hogy kevesen voltunk az a meccshez. Próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy nyerjünk, de Nyesterichit például 8. percben elveszítettük, kinyílt a fejbőre, és utána a védekezésünk nem volt a toppon. Utána a végére tudtunk kozmetikázni az eredményen, de igen, abban a meccsben sokkal több maradt, sokkal több van bennünk, ez biztos. Ma láttál előlépést ahhoz képest? Láttam, jobban védekeztünk, sokkal jobban. Az elején a hatos falnak még így össze kellett szoknia, mert ugye nem annyira tudjuk próbálni, vannak hiányzók edzésen, így nehéz összeállítani a védekezést, de a 20. perc környékére összeállt. Szerencsére én nekem is jöttek a védések, a bravúr védések, és így megalapoztuk az első fél idő végével a meccs végeredményét. Azt éppen Ötvös Nándi mondta itt a szezon kezdet előtt, hogy talán sokat érhet majd az, hogy most újra már az idény elejétől ott lehetnek a lelátón a szurkolók, buzdíthatnak titeket. Te hogyan érzed egyébként, ez mennyit számít, mennyivel másabb így elkezdeni a szezont, mint mondjuk ugye tavaly, amikor üres lelátók előtt kellett játszanotok a szezon nagy részében? Igen, furcsa is volt ez a tavalyi évhez képest. Sokat számít, mert azért ha ők is belelendülnek a szurkolásba, akkor egy 8. emberként ott vannak a pálya mellett. Végül is magabiztos különbséggel nyerte meg a meccset a hajdunánás, viszont nagyon sokáig nem így nézett ki a meccs képe, ami szembetűnő volt, főleg az első fél időben, de aztán a másodikban is tulajdonképpen, hogy mind a két oldalon nagyon sok volt a hiba. Te hogy láttad? Ez így van, tehát az első 10-15 percig azt mondom, hogy az volt, amit szerettünk volna, ott vezettünk 3 gólon is, utána jött egy kis rövid zárat, egy 2 perces kiállítás, ott föl tudott jönni a nánás, és utána meg tudta fordítani a mérkőzést. Átmentünk egy kapkodásba. Rengeteg zicsert hagytunk az első fél időben, illetve nagyon sok technikai hibát vétettünk az első fél időben. 13-14 darab technikai hibát vétettünk már az elsőben. Ez meg is bosszulta magát, mert megadtuk az esélyt arra, hogy a nánás felzárkózón, illetve el tudjon lépni tőlünk. A második fél időben ugyanott folytattuk, ahol abba hagytuk. Hozzápakoltunk még vagy 10 technikai hibát, kihagytunk még vagy 10 zicsert, és ezt már nem lehet elvinni. Tehát az, hogy pozíciókban bizonyos emberek nem tudtak gólt okozni, illetve vétettünk millió technikai hibát. Ezt nem csak mi, de egy BL szintű csapat sem tudja elviselni, és nem tud ezzel mérkőzést nyerni. Mind a két csapat nagyon sokat hibázott, nagyon sok volt a technikai hiba. Per pillanat úgy láttam, hogy a nánás előnyére jött ki ebből. Védekezésekkel mind a két oldal körülbelül hasonló erőt képviseltek, nem esett sok gólt, tehát
20 gól volt egyik oldalt, 26 a másik oldalt, de 26 egy kicsit túlzás, mert az utolsó három percben kiosztom a játékosokat, hogy próbáljunk egy mindegy alapon. Addig 22, tehát két gól környékén voltunk, ott egy nyitott volt, nem mentünk bele a faltolásba, hogy ne menjen az idő, hanem próbáljunk esetleg kapusra bízni, kimaradó zicset és gyors indításokat. Nem jött be, a nálás szépen belőtte az zicsereit, nekünk ez kevésbé ment, lesz egy kis fejmosás ebből. Itt a második fél időben ugye a hajrára te is beálltál a védelem egyik oszlopának. Úgy érezted, hogy talán a pályáról többet tudsz segíteni, még hogy egy kicsit jobban összerásd a csapatot a végére? Így van, bíztam is benne, tehát ott viszonylag vissza is jöttünk a mérkőzésben, mert volt egy pár védekezésünk, egy pár védett labda mögöttünk, 2-3 indításból volt, és akkor volt 5 gól, visszajöttünk 2-re. És ott megint belehibáztunk, sajnos, szokás szerint, nem tudtunk ezzel élni ezzel a lehetőséggel. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát szerettem volna jobban segíteni a védekezésben, jobban átláttam belülről a mozgásokat, tudtam, tehát mivel kintről néztem, hogy mit játszik a nálás, tehát bentről próbáltam irányítani a dolgokat, ez nagyjából ült, sajnos az ígyszerek kimaradtak. És ezzel adtunk egy elég jelentős sanszot a végjátékra a nálásnak, és ezt szépen ki is használta. Megvan az első két pont a csapatnak az idényben, talán számszerűleg és lélektanilag is ez most a legfontosabb, viszont döcögősen indult azért a találkozó, főleg az első 20 perc nézett ki kicsit kellemetlenül. Hogy érezted, te is kérted ott a csapatot, hogy egy kicsit pörögjenek fel, ugye többször például az iszkulást hoztad fel az időkéréseknél, mit éreztél a csapaton ott az elején? Nagyon jól fogalmazol, amit te is mondtál, hogy izgult a csapat. Nyilván ez teljesen természetes, még lehet én is egyébként, hogy nyilván én sem vagyok még annyira rutinos ebben a dologban. Nekem is az első hazai mérkőzésem, nyilván én is, az én izgulásom is lehet egy picit átragadt a csapatra, ezt lehet az én számlámra is írni, de valóban az első 20 percet nem kell kitennünk megint a kirakatba, viszont küzdeni tudásból, meg hajtásból, meg mindenből, ami nyilván egy alapnak mondható, természetesen egy ilyen mérkőzésen, abból megint jelesre vizsgázott a csapat, és hát főleg az első fél idő utolsó 10 percében tudtuk meg nyerni ezt a mérkőzést, azt gondolom, mert ott kifejezetten jó kézlabdáztunk szerintem. Ha már szóba került az izgulás, talán a tapasztalatról is beszéltünk, például az olyan fiatal játékosok esetében, mint amilyen Molnár István Vajk volt ugye a kezdő csapatban, vagy éppen Deli Zoli nagyon sokat játszott a mérkőzésen. Ez azt jelenti például azt, hogy most az első perctől bizalmat kaptak, hogy egyébként a fiatalokba vetett hitel az abszolút meg is van, nem csak a sérülések miatt játszanak most ennyit például? Abszolút, abszolút. Mi hiszünk abban itt Hajdúránáson szerintem évek óta, hogy igenis az utánpótlásra kell hagyatkoznunk, és igenis meg kell adni nekik a lehetőséget. Teljes mértékben bízunk a Zoliban is, Nyakós Anyikában is, Vajban is, és nem csak azért, mert itt vannak a sérültek, hanem igenis játszaniuk is kell. És mondjuk akár a fiatal öltöző szempontjából, mit gondolsz, mennyire volt fontos most a csapatnak, hogy rögtön ezután a 6 gólos Brettyő elleni vereség után, amitán sokan mondtátok azt, hogy a felkészülés nem ezt a képet mutatta, amit aztán a mérkőzés hozott. Mennyit jelent, hogy rögtön itt a második fordulóban hazai pályán sikerült javítani? Hát úgy kell, mint egy falat kenyér. Tehát nyilván nagyon-nagyon fontos mérkőzés volt számunkra. Teljesen mindegy is, hogy milyen módon nyertük meg ezt a meccset. Azt gondolom, hogy inkább nyerjünk így meccset, hogy viszonylag visszafogott játékkal és gyengébb játékkal úgymond, és egy nagyszerű kapus teljesítménnyel, Anti előtt le a kalappal, szenzációsan védett, közel 50%-kal fogott. Inkább nyerjünk így, mint egy nagyon jó játékot kikapjunk, vagy esetleg x-eljünk hazai pályán, úgyhogy ezt bármikor, bármilyen edző aláírná szerintem, és szerintem a csapat is. El is vártunk itt a végére, azért látszódott a fiúkon. Nem volt annyi lehetőség forgatni a csapatot. Ugye a betegségek, hiányzók miatt azért kevesebb lehetőséget kaptak játékosok. Úgy a Tibi, úgy a Bata Tibi, úgy Hasányi Dávidot nem tudtam a pályára küldeni, egész héten nem tudott jönni, most is le a kalap előtt, hogy egyáltalán beírhattam a keretbe. Ugyanígy a Nyesterici még varrattal a fejébe vállalta a játékot, tehát több ilyen játékos kell, és akkor megyünk előre ugyanígy tovább, és ugyanilyen lelkesedéssel, mert ez hozhat eredményt. Aztán majd jön az a játék is, amit egyszer elképzeltünk fejben. Azért ehhez nyilván nem elég 7 meg 8 hét, hanem igenis több kell. És hát akik így tudnak nekünk segíteni, mint például Bence Viktor is, aki X év kihagyás után visszatért a pályára, és tudja segíteni a kis Dávidot jobb szélen. Igazi csapatmunka, és ezt is nyilatkoztam neked a mérkőzés előtt, hogy ezt csak csapatmunkával fogjuk tudni megnyerni, nem egy-egy játékosnak, aki a miákerős teljesítményével. Nyilván ehhez most adódott hozzá, hál' Istennek, egy Tolmantal,
kiváló védése. Megijeszteni ugyan sikerült a Kálló Semjének a mieinket, megtréfálni tehát nem. A hajdunánás itthon tartotta a két pontot Bancsó Károlynak, ezzel megvan az első győzelme a hajdunánási csapat kispadján az új szezonban itt az MB2 északkeleti csoportjában, és ahogyan arról a mester beszélt is, itt már azért voltak biztató jelek szemben a Berettyóújfalu elleni első bajnoki mérkőzéssel, ami a legfontosabb viszont, hogy a két pont megvan, tovább gyűjtögetni a fehér gyarmat ellen lehet legközelebb. Itt hazai pályán pedig október 16-án a Miskolc ellen játszik majd a csapat. Tartsanak velünk akkor is, én a mai figyelmüket köszönöm. A viszonthallásra, a viszontlátásra.